Rendhagyó programmal készült a diákjainak a kanizsai fiatalok közössége. Halloween alkalmából a táncsoportjuknak egy rettegés laboratóriuma elnevezésű táncworkshoppal, míg a kör tagjainak egy gyilkosság tematikájú szabaduló szobás játékkal kedveskedtek a csoport vezetői. Azzal az indokkal valósították meg a programot a szervezők, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, valamint, hogy jobban megismerjék egymást a közös program során. Világított rá az Egyesület vezetője Szollár Nikoli Gianna. Jelenleg 55 gyerkőccel vagyunk most bent, és tartottunk már ilyet tavaly. Tavaly volt Halloween parting szintén, a sikerrel, illetve egy farsangi partit is tartottunk a gyerekeknek, és valahol már ők ezt így várták is, és mondogatták is október elén, ugye akkor megint lesz, úgyhogy igazából lehet nem volt arra, hogy ne legyen. A vezetőség öt fő bevonásával állította össze a különböző feladatokat. A gyerekek idén is nagy létszámmal, és annál nagyobb lelkesedéssel várták a programot, amelyre már nyáróta készültek. A színjátszósoknak pedig egy ilyen szabaduló szobai jellegű uh, murder sztorit uh, hoztunk, amit a teljes uh, omitkaszony területén fognak majd játszani. A táncosoknak egy órás táncoktatás lesz, ahol. Uh, Hát Isten igazából egy erőle koreográfiát fognak megtanulni, amivel csempésztünk formai elemeket, de inkább sorokból áll, és e, így Halloweenhez e, kapcsolódik. A színjátszósok pedig mindeközben e, ugye ezt a szabaduló szobát fogják úgymond megoldani. A két program befejezése keresztezte egymást. Az eseményt egy batyus buli és egy jelmezverseny zárta le késő este.